Egy rövid szünetet követően ismét benépesült árusokkal és vevőkkel a Munkásművelődési Központ aulája. Az év első Tökmak Bazár forgatagára várták az érdeklődőket. A rendezvény során érződött is a kihagyás, hiszen közel 20 árus pakolta ki a portékáit, amelyek közül szép számmal válogathattak a visszatérő és új vásárlók. Ez az esemény egyike az MMK azon rendezvényeinek, ahol az alkalmak során tényleg egy jó hangulatú közösség alakult ki a közös érdeklődés és élethelyzet mentén. Idén első alkalommal került megrendezésre a Tökmak Bazárunk, ami az MMK-nak már egy hagyománnyá vált gyermek, baba, mama kis bőrzéje. A következő alkalom májusban lesz porondom. Most közel 20 árussal vagyunk jelen. Csibri Istvánné, Erika néni tart hamarosan 3 órát a gyermekfoglalkozást. Kolléganőkkel csillámtetoválást készítünk, és várunk mindenkit nagy szeretettel a következő alkalommal. Kovács Blanka szerint, ha a felvonultatott árukra pillantunk, ténylegesen azt látni, hogy jó minőségű, hasznos dolgok cserélnek gazdát jelképes összegekért. Ez a családok számára hatalmas segítséget jelent, hiszen nem kell minden alkalommal mindenből újat vásárolni a gyermekeiknek. Azt gondolom, hogy a varázsa abban rejlik, hogy babák mindig születnek, babák mindig lesznek, és hatalmas nagy segítség a szülőknek, hogy például márkás vagy címkés ruhánkat minimális jelképes összegért tudnak vásárolni nálunk. Sáfrán Kata rendszeres résztvevője a Tökmak Bazároknak. Elmondása szerint jó, hogy a rövid szünetet követően visszatért a rendezvény, ezt pedig alátámasztják a vásárlói igények is. Azért fontos, hogy mi mindig találkozunk, mert mi már egy közösséget alkotunk, úgyhogy egyrészt ezért. Vannak anyukák, akik már süteménnyel jöttek, hogy ne éhezzünk itt. Úgyhogy nagyon jó közösséget alkotunk, tudunk egymás gyerekeiről, kérdezzük is egymást, hogy hogy vagyunk. Kettő, jön a tavasz, úgyhogy mi is szeretnénk felruházni a saját gyerekeinket, és másnak is szeretnénk ruhákat biztosítani, tehát akik nem a közösségünkből vannak, hanem külső vásárlóink. És egyébként úgy látjuk a mai nap folyamán, hogy vártak is már minket, úgyhogy volt érdeklődő is, és vásárlói igény is. A Tökmak Bazár közössége már túlmutat az MMK-ban szervezett adok-veszek eseményeken. Az eladók és vásárlók olyan szülők, anyukák és apukák, akik az online térben és a vásárokon túl is szívesen beszélgetnek egymással. Létrehoztak például egy online csoportot is erre a célra. Viki és az Ica fog össze minket az elejétől fogva, és létrehoztak egy messenger csoportot, ahol úgymond recepteket is osztunk meg egymással. Ha valaki keres valamit, akkor összehozzuk ezt a kis bizniszt, úgymond cserét vagy adókveszeket. És akár segítünk, nálunk például a keresztányomnak kisbabája születik, és a baba kocsira keresett első köppenyt, és akkor kiírtam, hogy van-e valakinek is, hogy hozna el szombatra. És akkor így összehozzuk így az ismerősöknek is ezeket az eladásokat. Márciusban is meg annyi változatos program várja az MMK látogatóit. A színes paletta mindenkinek biztosít egy-egy izgalmas rendezvényt, amelyekért érdemes ellátogatni településünk egyik legnépszerűbb kulturális intézményébe.